Szeretettel üdvözlöm a Kemény Zsigmond Társaság mai vendégét, Selmeci Györgyöt. Nem haragszom most az életrajzoddal, nem foglalkozom, bárki megnézheti. Így van. De itt van az alkalom most végre, hogy gratuláljak neked ahhoz a kitüntetéshez, amit úgy hívnak, hogy a nemzetművésze. És hát amellett, hogy nyilván szerény véleményem szerint már rég rászolgáltál erre. De az egy kérdés, és voltam ilyen helyzetben, azért merem ezt megkérdezni, hogy amikor átveszel egy ilyet, akkor azt nézed, hogy ki adja. Tudod, van egy ilyen diskurzus e körül, hogy azt nem adják, hanem kapják, vagy nem kapják, hanem adják, tudod? Vagy pedig azt nézed, hogy milyen körülmények között történik ez meg, vagy pedig azt számít neked, hogy az a közösség, aki téged számon tart, ezt az eseményt hogy nézi? Hát én nem bánom, hogy megkérdezed ezt a dolgot, mert valóban egy ilyen dominó elven, egy borzasztó hosszú gondolatsor indul el az emberben, amikor egy ilyet megkap. Az igazság az, hogy az első rögtön egy rácsodálkozás a dologra. Ugye, és rögtön ezt követően jár az ember agya, hogy mennyi mindenki volna még előttem, aki talán inkább megérdemelné. Aztán természetesen ebből következik az, hogy elgondolkodik az ember, hogy a szakma vagy a művészeti ág, amiben tevékenykedik, annak mondjuk mekkora részhalmaza ért egyet azzal, hogy én valóban ezt a nagyon magas kitüntetést megkapjam. Én mindenképpen természetesen borzasztó hálával gondolok mindazokra, akik hát legalábbis egyetértésüket fejezték ki ezzel kapcsolatosan. De hát persze, hogy az ember nagyon, nagyon sok mindenen gondolkodik, kinek mekkora része van. Ugye ez igazából, mikor egy ilyen nagy díjat átadnak, akkor a díjazott valamennyire megtestesít egy közösséget. Óhatatlanul. Tehát nem egyszerűen személyében kapja meg, vagy én szeretném azt hinni, hogy nem egyszerűen a személyének szól egy ilyen magas kitüntetés, hanem vélhetően annak a közösségnek, amelyben él, amelyben a művészetét kinyilvánítja. De ugye én ide sorolom természetesen, a sor elején nyilván ott van a családom, a folytatásban ott vannak a mestereim, a további folytatásban ott vannak a tanítványaim, ugye, akiktől szintén mikor megkaptam tényleg a díjat és megköszöntem, ott is emlegettem ezt a dolgot, hogy csak azt kívánom magunknak és mindnyájunknak, hogy még képesek legyünk, maradjunk képesek a fiataloktól tanulni. Ugye, tehát sok elágazása van egy ilyen eseménynek az ember életében, és hát természetesen az alapvető jó érzést próbálja éppen megőrizni saját magában. Itt van egy olyan kitétel ennek, amit nem nagyon értettem. Azt mondja, 65 éven felül. Ez most vajon arra számítnak, hogy addig már bedő az ember feje lágya, vagy nem fog orientálódni váratlan helyzetek felé? Vagy... Hát nézd, az én esetemben nyilvánvaló, hogy mondjuk a gesztus az a mennyiségnek is szól, hogy ilyen egyszerűen fejezzem ki magam. Én valóban nagyon sokat próbáltam letenni az asztalra, jót, rosszat, ugye az ember 65 éves korára már képes önreflexív módon viszonyulni a saját művéhez és a saját művészetéhez, de az kétségtelen tény, hogy mindig ez volt a törekvésem, hogy annak a közösségnek, amelyből vétettem, és amelyet mai napig próbálok szolgálni, hogy annak a
közösségnek szolgáljak, amennyire még a lehetőségeim engedik. Hát ha engem kérdeztek volna, én kiemeltem volna azt, minden más mellett, mondjuk egy kevésbé szakmai tényezőt, hogy másokért miket tettél. Ez egy ritka tulajdonság, és ez kiemelkedik az általad felsoroltakből, ezt kihagytad. Viszont akkor mondtad, hogy itt már akkor szembe tudsz nézni a saját alkotásoddal, a hátad megé tudsz nézni, miket csináltál. Ilyenkor mit csinálsz a darabjaidra? Visszaemlékszel, mint hogy melyik milyen volt, és a bemutatóktól kezdve, és esetleg megnézed azt, hogyha szigorúan válogatnod kellene közülük, akkor mit tennél félre? Úgyhogy tudod a mesét, ugye, hogy farkas, barkas, jaj, de szép, nyulam, búlam, jaj, de rút, igen. Akkor ez hogy megy nálad? Hát nem ennyire, talán nem ennyire analitikusan gondolkodik az ember, nem művekre lebontva, vagy de persze vannak emlékezetesebb darabok és emlékezetes bemutatók az életemben, de azt hiszem, hogy az, ami tulajdonképpen izgalmas, vagy engem legalábbis rendkívüli mértékben szórakoztat, az a gondolkodásom változásának a megfigyelése. Jó irányba? Hát remélhetőleg jó irányba. Nem mindig föltétlenül jó irányba. Inkább az, hogy itt van mögöttem egy pálya, amiben a fennvaló megadta, hogy a legkülönbözőbb terepeken tudtam működni, és ezért aztán persze, hogy egy kicsit úgy az ember eltartja önmagát. Én látom magamat mondjuk filmzene szerzőként, vagy látom magamat egyházi szerzőként, vagy látom magam tanárként, aztán látom magam operarendezőként. És így tovább. Mindegyik egy picit más minőség, és mindegyik egy picit más gondolkodás. Mikor olyan radikálisan visszafordult néhányunknak a művészete az avantgárdtól és a neoavantgárdtól, amikor újra elkezdtük keresgélni ugye az elejtett szálat, a zenetörténet és az európai szellemtörténet elejtett vezérfonalát, akkor tulajdonképpen ez volt az egyik vezérelv, hogy megtalálni a saját személyiségednek, a saját művész személyiségednek az egységét. Tehát például át kellett élnem, ugye 20-as, 30-as éveimben, még a 30-as éveimben is át kellett élnem azt, hogy két zeneszerző lakik bennem. Ugye az egyik a filmvászonra ír, meg a színpadi zenéket ír, meg szongokat ír, meg sanzonokat ír, meg mindenféléket, a másik pedig az utókornak ír, értsd idézőjelbe. Ugye volt valami groteszk ebben a dologban, hogy egyáltalán az utókor víziója az embernek, az, hogy feltételezi, vagy ugye ebben a törekvésben, hiszen aki nem akar megmaradni, az ne csinálja. Ugye, aki nem akar a zenetörténet része lenni, annak bármennyire is, hogy mondjam, önkritikátlan gondolat, de csak az foglalkozzon zeneszerzéssel, aki valóban a zenetörténet része akarna lenni. Ugye, tehát nagyot kell akarni, nagy dolgokra kell vágyni ahhoz, hogy ennek akár csak egy kis része megvalósuljon. És erre bennem volt hajlam. És visszatérve tehát ugye a személyiség egységére. Tehát bizonyos értelemben ugye nagyon korán sikeres lettem, mégis bizonyos értelemben későn érő szerzőnek tekinthetem magam. Azt gondolhatom, azt valahogy úgy így látom a pályám alakulását, hogy rengeteg próbatétel, rengeteg népmesei próbatétel előzte meg azt, hogy én valóban önazonos módon kezdjek el komponálni. Mindent csináltam, amit el lehet képzelni,
ugye, és az egészet ma már lehet, hogy úgy kellene felfognom, mint valami nagy ajándékot, ami lehetővé tette, hogy én valóban felkészüljek arra, hogy azt a néhány, talán igazán jó darabot megírjam. Mindig a közösségre hivatkozol, de egy ember vagy, aki most kaptál egy elismerést, egy ember mit tud csinálni? Értem azt, hogy egy hadosztály nagy tetteket hajt végre. Vannak ilyen pillanatok, amikor mit tudom, hogy Rouget de Lille megírja a Marseillaise-t, vagy a Verdi nevét ráírták ugye az olasz egységnek az ászlójára, és itt tovább. De mégis egy ember, és ez az egy ember kell megtestesítse azt, amiről beszélsz. Így van, az az igazság, hogy én lehet, hogy bizonyos gyerekességgel, de én mai napig táplálom azt az illúziót magamban, és ez az illúzió volt mindig egy olyan fajta késztetést adott a hétköznapi munkában is, hogy igen, tud messzehatóan hasznos lenni egy ember. Ugye, és itt nem föltétlenül csak a művekre gondolok, vagy hát sőt, a művekre kell másodlagos értelemben gondolnom, hanem inkább egy gondolkodásnak, egy habitusnak, egy gondolkodásmódnak a képviseletét abban a közösségben, amiben élsz. Rögtön azzal kezdve, hogy bizonyos ízlésnormákat makacsul és egy életen keresztül számon kérni. Az, hogy bizonyos ismereteket, bizonyos egyfajta szellemi igényességet számon kérni a közösségtől és attól a világtól, amelyben élsz, ez vélhetően ez az egyik legfontosabb tennivalója egy magára valamit is adó művészembernek. És hát ő ugye egy nagyon különös korszak gyermeke vagyok, ugye minden volt ebben a 71 évben, amit eddig éltem, ugye, mert hát beleszülettem ugye a Sztálin világába, aztán jöhetett a Ceausescu világa, aztán jöhettek a nagy pozitív és negatív traumák, ugye jöhetett az öröm, hogy képesek vagyunk önkormányozni magunkat, és a bánat, hogy ez csak felibe harmadába sikerül. Ugye, tehát nagyon-nagyon sok minden, ez egy felfoghatatlanul pörgős történelmi korszak volt, amelyben ráadásul a művészetet befogadó és megítélő szempontrendszer is hihetetlen gyorsasággal változott. Ugye, csak egy példát mondok, ugye én fiatalon, hogy mondjam, csodálattal néztem az akkori nagymestereket, akik voltak, mit tudom, a Pierre Boulez, vagy a Stockhausen, vagy a Luigi Nono, vagy a sorolhatom ezeket a nagy neveket, ugye, akik tökéletesen kivesztek a zenetörténeti gyakorlatból. Tehát senki nem játszik Boulezt, csak a legritkább esetben. Tehát átkerülnek egy kegyeleti kategóriába. Tehát az ember egyszer csak felnő és szembesül azzal, hogy ez már nem a nagy tetteknek a világa, a túlélés önmagában egy hősi tett, hogyha ezt a történelmi korszakot nézem. És ezért is gondolom azt, hogy ma sokkal több dolgunk van abban a tekintetben, hogy azt az értékrendet valamilyen módon, persze mindig frissülve, de ragaszkodni egy európai értékrendhez, ragaszkodni a művészetek történetének az imperatívusaihoz. Ez olyan örökség, amit nem szabad, nem lehet megtagadni. És amikor azt mondja egy színigazgató, hogy
hogy inkább játszunk valami bóvlit, játszunk valami rossz minőségű dolgot, mert a közönség azt jobban szereti, akkor én felháborodom, mert azt gondolom, hogy nekünk az volna a dolgunk, nem az, hogy kiszolgáljunk valamiféle nemtelen elvárásokat, hanem igenis az volna a dolgunk, hogy a közönség szintjét emeljük, minél inkább hozzá emeljük az értékes műalkotáshoz. Itt most a művészetekről beszélsz, és itt tovább, csak hogy ez a zene, ez a legabstraktabb művészet, a hang, ugye, amire alapszik, és akkor azt valahogy asszimilálnia kell annak a közösségnek, akit te is számon tartasz, és ők is téged. De hát az ez kétségtelenül így van. Mégis azt mondom, hogy ugye más, picit más szavakkal megfogalmazva azt, amit az előbb mondtam. Ugye ehhez a történelmi hogy mondjam, folyamathoz, amelyet megadatott átélnünk, hozzátartozik az is, hogy a művészetünk, a tied is, az enyém is valamiféle enklávéba szorult. Ugye, az a szemlélet, amit én annyira kárhoztatok, az tulajdonképpen belekényszerítette egy olyan fajta zárt világba a mi művészetünket, ahol ami ezáltal megteremtődött az új feladat, kitörni ebből abból a karámból, amibe bezártak bennünket. Ugye szabad csinálhatjuk, ugye? De egy karámban, ugye, aminek a korlátozottságát megélni borzasztóan szomorú igen, dolog. Igen, hát a karám, jó, ez most feladtad egy kicsit a labdát, mert arra gondoltam, hogy például Haydn egy karámban élt, ugye, azért mert korlátok övezték az életét, tevékenységét, és milyen jó volt neki úgyis. Jó, aztán amikor kiszabadult, akkor mint egy fiatal... De Haydn egy zenei köznyelven beszél. Várj egy picit, mert itt a karámról akarok beszélni. Tehát a korlát az hergel arra, hogy azért is, az, hogy beletörődsz, azt nem tételezem rólad fel, de inspirális? Vagy pedig csak bosszant, és csak azért is akarsz valamit felmutatni, ami... Nem mondhatom, hogy inspirál. Tehát ez az olyan szép happy end lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy a karám inspirál, egyáltalán nem. Pont arról van szó, hogy a karám természetesen dacossá tesz, és nyilvánvaló, hogy egész egyszerűen a célpontommá válik a karámnak az áttörése. Ugye célkitűzésemmé válik, és eljuttatni ezt a zenét, elmondani az embereknek, hogy ez az érték, ez pedig a talmi, ez pedig az értéktelen. Még akkor is, hogyha nagyon hangosan szól, és akkor is, hogyha mindenféle marketing csodával nyomják le a torkomon. Tehát azt kell mondanom, hogy mára egy ilyen higiénés feladatkör is a miénk kell legyen, megtisztítani egy kicsit a művészetünkről kialakított képet, egy kicsit eljuttatni azokat a szándékokat és azokat a nagyon magas rendű szellemi és strukturális összefüggéseket, amit egy zenemű képvisel. Van egy kis probléma itten, azért mert akkor azt el is kell juttatni, azt az üzenetet. Hát ezért már kellene pedig a karámot áttörni, igen, hogy eljuttatjuk. Csak a helyzet az, hogy a menedzsment az mindent elborít szerintem. Persze. Egy lila frak, egy fehér zongora, egy óriási plakát, egy nem tudom mifene tévés beharangozás, meg így tovább. És mondtad azt, hogy az igazi érték, stb. Na most gondolom a színi igazgatónak, akire céloztál, egyik legnagyobb baja az, hogy most nevelje a közönséget, vagy kiszolgálja a közönséget. Pontosan. Na most ennek az egyensúlynak a megtalálása a művekben azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz, már nekem is legalább nagyon nehéz. El is kell jusson oda az az üzenet, viszont ahhoz kell egy olyan millió. Haydn kinevelte a saját közönséget Eszterházán,
és vették a vicceit például, amikor most mondok valamit, ami nem lesz népszerű, de hát mondjuk egy szonáta formának a második témája az ellentétes az első versek, egyszerűen Haydn ugyanazt hozza például a 104-es szimfóniában. Ezek a magas rendű témák, vagy hosszú szünetei, az ember hajlamos azt hívni, elfelejtették, hogy mi következik. Ez a fajta, nem mondom öreges humor, de talán közel áll ehhez, ehhez közönség kell, de hogy jut el ahhoz a közönséghez, amelyik most pillanatnyilag így néz ki, ahogy van? Hát ez pontosan erről van szó, hogy Haydn korának zenei köznyelvén beszélt. Kezdjük ezzel. Mi ez meg kell teremtsük a sajátunkat. Hát erről van szó pontosan. És ebben bűnös az ezerszer átkozott 20. század, vagy áldott és átkozott 20. század, ebben bűnös, hogy hagyta azt, hogy a zenei köznyelv, mint olyan, semmissé váljon. És elkezdte különböző alternatívákkal, opciókkal behelyettesíteni a köznyelvi. Még a múlt század 60-as éveiben, ugye a Beatles együttes, ugye, amelyik nekem bálványom a Beatles együttes, és hihetetlen nagy zenének tartom azt az övrt, amit maguk után hagytak. Ez volt valószínűleg az utolsó pillanat, amikor még tulajdonképpen beszélhettünk zenei köznyelvről. Akkor, amikor az ő nyelvük és a megörökölt, a zenetörténet által hitelesen átörökített zenei nyelv, az még organikusan kapcsolatban volt egymástól. Ezt az organikus kapcsolatot tördelte szét a 20. század harmadik harmada, és az ezredfordulós hőzöngés de számos művészet területén ez nagyon látványos, ugye, de a zeneművészetben ez egyszerűen végzetessé vált. Igen, de ez, mondom, valahogy úgy akartam ezt oda eljutni, most egy bibliai képlet, illetve idézet, viszont van egy ilyen, hogy elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Na most az a millió, amiben élünk, politikai, nem sorolom az egészet, egyáltalán nem érdekelt abban, hogy egy művelt nép nézze azt, hogy ott miket csinálnak. Pontosan, ugye? Erről van tehát, szó. Akkor hogy jut el az az üzenet, amit te akarsz, mikor sok az ellendrukker, azért, mert féltik a kártyáikba belelát, ugye már vagy nem választják meg, vagy kinevetik, vagy mit tudom. Tehát a művelt népnek a kérdése az itt lebeg a fejünk felett, és nem tudom, hogy látod ezt a kérdést. Hát ez ugye egy picit nagyon kicsi a remény, hogy ez nem végleges, de mégiscsak valamennyire van. Ugye az ezredfordulóra érkezett el az a helyzet, hogy a humaniórákat általában, és ezen belül a zenét is, ugye az utóbbi másfél-két évtizedben nagyon intenzíven foglalkozom egyházzenével. Ugye a templomok zenéjével. Szép fokozatosan rá kell döbbennünk arra, hogy egyetlen hely maradt, ahol az egyszeri magyar ember értékes zenét hallhat, az a templom. Ugye a zeneoktatást szép fokozatosan leépítettük, az egész Kárpát-medencében nagyon látványos a térvesztése az általános zeneoktatásnak, nagyon sok helyen tökéletesen marginalizálódott. Akkor általában a humán tárgyak a fokozatosan a nyelvi megnyilvánulásaink egyre szegényednek. Ugye az anyanyelv használatunk egyre szegényedik. Óhatatlanul ugye az internet világa egy egyszerűsítő, gyököt vonó világ, amiben nincs már szükség a nyelvünknek az esztétikai dimenziójára. Kettő. Akkor tovább mehetek így szinte az összes humán disziplinán, és azt kell látni, de ha csak a zenénél maradok, tehát zeneoktatás nincs. A koncertélet
majdnem elérhetetlen ma már. Amióta a koncertélet ugye üzleti szelleművé vált, Nyugat-Európában egyértelműen, és aztán ez természetesen húzódik át Közép- és Kelet-Európára. Ugye, ma egy, mondjuk a Pesti Operába, hogyha el akarna menni egy két gyerekes család, az egy havi fizetés. Ugye, tehát olyan csillagászati helyárak, és annyira üzleti szelleművé vált ez a fajta művészeti praxis, hogy nem jut hozzá az egyszeri magyar ember. De hát becsavarja azt a szerkezetet, hát rögtön ott van. Erről van szó, csak nem rögtön ott van, mert pont erről van szó, hogy ez erről az őrületes különbségről. Ugye? És ezért hol van az, ahol értékes élő zenét hallhat, az egyetlen hely maradt a templom, ha egyáltalán templomjáró valaki. Ugye ez az is természetesen morzsolódik le. De minden esetre azt kell mondanom, hogy ott még van valamennyi remény. Ott még el tudom képzelni azt, hogy át lehet vinni olyan tartásos, hiteles, esztétikailag érvényes zenei mozzanatokat, amelyeket egyébként sehol máshol nem kapna meg. Közép-Európáról beszélsz. Közép-Európáról beszélek természetesen, és alapvetően a Kárpát-medencéről beszélek mindig. Ugye elindítottuk ezt az egyházzenei sorozatot, Kolozsvárt, ugye a vallási türelem fővárosában, 11 templomban játszottunk tavaly előtt nagyszerű új zeneműveket. Csak rendszerváltozás utáni egyházzenei műveket mutattunk be, nagyon nagy számban, hosszú napokon keresztül. Úgyhogy ezekben találom meg, most már hogyha érdeklődtél, hogy viszem át, hát most így próbálom átvinni. Aztán, hogyha valahol nyílik lehetőség, akkor meg másod próbálom átvinni, lehet, hogy valahol készülődik annak a színházi előadásnak a terve, amiben értékes módon lehet muzsikálni, és nem kell föltétlenül kiszolgálni. Így van. Vagy ugyanez filmben. Óriási öröm volt, hogy sok év után, ugye egy idő után nagyon tudatosan abba hagytam a filmzenei írást is, meg a színpadi zenei írását is, éppen azért, hogy rászorítsam magam erre a az egységesülésre, de csodás volt most a Gotár Péter szenzációs új filmjéhez zenét írni, ahol egyszerűen tág tere nyílt annak, hogy értékes zenei struktúrák kerüljenek azok alá a képek alá. Az elébb kimondtad azt a szót, hogy Kolozsvár, ott te kolozsvári vagy, és itt két kérdésem volna. Szóval engedd meg nekem, hogy akik elmentek és nem osztoznak a mi sorsunkban itt, azok, akik azért mentek el, hogy még jobban éljenek, mint itt, azt nem nagyon látom be, hogy igazuk van, de akik azért mentek el, hogy onnan többet tudnak tenni értünk, mint például te, ezt vedd így, ahogy mondom, mert igaz, ez az én szememben, ez rendben van. De Kolozsvárt, ha elmész oda, szóval két kérdésem van. Az egyik az, hogy az mai magyarországi, budapesti szellemi életben az erdélyiség megtartott egy külön színt, vagy nem? A másik az, hogy ha Kolozsvárra mész, nem lehet ráismerni a városra. Örülsz annak a nagy fejlődésnek, ami ott van, vagy erősebb a nosztalgiád, ami visszamegy? Hát ez sok kérdés egy kérdésben. De hát köszönöm ezt a kérdést, valóban 1990 óta kifejezetten két laki vagyok, tehát ugyanolyan mértékben élek Kolozsvárt is, mint Budapesten. Ez az egyik fele, és hát ott van nekem a második otthonom, ugye a Kolozsvári Magyar Opera, és hát én valóban egy bizonyos tekintetben egy talán nem szűk látókörű, de mégiscsak lokálpatrióta vagyok. Na most ami foglalkoztat engem állandóan, hogy
hogy hát rengeteg irányba kell menni. Az első és legfontosabb talán az, hogy el kellene végre kezdjük 30 évvel a rendszerváltozás után, el kellene kezdjük rendbe tenni az örökségünket, a szellemi örökségünket. Itt olyan, azt tapasztalom, hogy még mindig olyan sok a felkutatatlan területe az erdélyi magyar művészetnek, hogy egyszerűen, ha csak a zenére gondolok, ott is hihetetlen mennyiségű felfedezni, felkutatni való, tisztázni való van. Nagyon, nagyon sok minden tartozik ide. Akkor hát persze az egész kulturális dimenzió lényegében egy kicsit olyan, mint hogyha rendszerváltozással olyannyira új életet kezdett volna, hogy nem tekinti hivatkozási alapnak a történeti hagyományt, vagy az erdélyi művészet történeti hagyományt. Most a másik oldalról ugye az nagy fájdalmam, hogy még mindig, tehát ugyanúgy 30 év sem volt elegendő ahhoz, hogy természetes és organikus legyen az anyaország és Erdély értelmiségének a kapcsolata. Ugye mi magunk sem értjük egészen pontosan magunkat. Én igazából a Kárpát-medencei magyar kultúra egységében hiszek. Ugye azt gondolom, hogy mindenben azt kell szolgálni. Nagyon sok pályatársam és sőt a baráti körömben is sokan vannak, akik Erdély különállását minden tekintetben szeretnék hangoztatni most a kultúra világában. Azt hiszem, hogy a kettő közötti egyensúlynak a megtalálása lenne az egyik legfontosabb dolog. Még mindig rengeteg az ellenszenves megnyilvánulás. Az anyaországban különösen, ahol az erdélyi világlátás és az erdélyi léleknek a valódi és mélyreható megismerése még mindig várat magára. De ugyanígy gyakran, arról nem is beszélve, ugye, hogy ez milyen messze vezet az etika területeire is, ugye bizonyos értelemben piacnak vagy vadászterületnek tekinti az anyaországi művészet az Erdélyt. Romantikus nosztalgia. Így van, vagy romantikus nosztalgia, hát ez ezerféle dolog van. Most Kolozsvár természetesen egy abszolút európai város, talán ezért is ragaszkodom a primátusához, mert valahogy valami isteni segédlettel kialakult egy olyan helyzet, amiben ott valóban lehet artikulálni ezeket a kérdéseket. Valóban szóvá lehet tenni azt, hogy ez a viszony anyaország és Erdély között, vagy az anyaország és felvidék, vagy délvidék között, ez hogyan tud egy kicsit egészségesebb vizekre evezni, hogyan tudna egy kicsit a valódi szeretet elvű együvé tartozássá változni, és egy picit megtisztulni lényegében erkölcsi torzulásoktól, amelyek terhelik ezt a viszonyt. Visszatérnék egy kicsit erre és nem az csak az igényességnek, hanem a színvonal kérdésére. Ugye hát most megnyomsz egy gombot, vagy mondjuk kettőt, esetleg hármat, és kijön egy doktori disszertáció. Itt tartunk már ennél a mesterséges intelligenciánál, hogy egy tanársegéd például nincs ott, hanem az egy gép. Így van. És ez hol fog megállni? Hát ez teljesen, amit mondasz, a torzulási tendencia, és ahol asszisztálunk, és nézzük, és tehetetlenek vagyunk, ez hol áll meg? Mert hogyha ez így megy,
nagyszerű dolog az technikában, és nem tudom milyen műszereket gyártani ilyen színvonalban, de valahogy ez nem klappol, ahogy ezt mi látjuk. Hát igen, pontosan ez, ugye ez a mérlegelés tárgya, hogy mit ad a technikai fejlődés, és mit vesz el. És azt gondolom, hogy csak abban lehet reménykedni, hát persze ez egy ilyen teoretikus megközelítés, hogy amikor már tudatosítjuk, hogy többet vesz el, mint amennyit ad, ott talán megáll ez a... Hogyha tudatosítjuk azt, hogy a digitális világ milyen mértékben teszi tönkre a kreativitást, milyen mértékben fosztja meg a gyerekeinket és az unokáinkat az önálló gondolkodás és a kreatív önálló gondolkodásnak a lehetőségeitől, akkor bizony érik, mi azt már nem fogjuk megérni, de érik az a lázadás, ami majd elvezet a géprombolásnak a lélektanához. Igen. A gyerekek és unokák, erről beszélsz, nem érzel tehetetlenséget, hogy azt a tapasztalatot, amit felgyűjtöttél, és bizonyos dolgokat tisztán látsz, és nem tudod megkímélni a mai ifjúságot, hogy azokat a hibákat ne kövesse el, amiket te elkövettél, mert te látod, hogy lehetne azt elkerülni, látod, hogy miben rohan bele, aki ezt nem így látja. És én eszköztelennek érzem magam itt, ahol a dömpinggel szemben, amit a hátunk meg oldalról minden elborít minket, hogy te tanítasz. Úgy láttam sokszor, hogy optimista vagy ebből a szempontból. És bármit követel az ifjúság, csak nekik lesz igazuk, mert ők következnek. Hát, ahogy optimista lennék, az talán túlzás, de ugyanakkor mégis mindig újra és újra termelődik bennem a remény akkor, amikor értékes fiatalokkal, az igazság az, hogy egy picit egyszerűsítő és differenciálatlan az álláspontunk, vagy az én korosztályom álláspontja a fiatalokkal szemben. A helyzet az, hogy miközben valóban elborzaszt az elsivárosodása a fiataloknak és a fiatalok közösségeinek, ugyanakkor meg pont az ellenkezője is megtörténik olykor velem, sőt, gyakran megtörténik velem, hogy hallatlanul értékes, érdeklődő, talán más fogódzók mentén érdeklődő fiatalokkal találkozom. És ezért mondom azt, hogy ezeket próbálom még újra, még így a vége fele megtanulni tőlük, hogy milyen fogódzók mentén jutnak el oda, hogy átlássák mondjuk egy Beethoven kvartett rendszerét, és beépítsék annak az esztétikai szuggesztiónak a hatását, ami mondjuk egy Beethoven kvartettből árad. Ugye már nagyon régóta érzem azt, hogy ugye 44 éve tanítok, ugye ez a 44. tanév, amiben részt veszek. Azt kell mondanom, hogy ez folyamatosan öröklődő, tehát mindig egy kicsit módosult, ugye, de a gyorsulás, ez az, amiről mindig beszélünk, ez a végtelen acceleráció. Hogy mondjam, pedagógusi pályám első időszakában tudomásul vettem, hogy 8-10 évenként megváltozik a fiatalság másfajta gondolkodás mentén vesznek részt a társadalom életében. Na most ez a 8-10 év már a 2-3 évre gyorsult fel. Ugye teljesen másképp más kontaktus alakult ki azokkal a fiatalokkal, akiket, mit tudom én, 84-ben vettem fel az osztályomba,
mint akiket 2006-ban. Ez miért jön létre? Mert azt értem, hogyha időintervallumokról beszél, és azt mondod, hogy egy nagyon jó karmestert egy zenekar körülbelül 7 évig bír ki. És utána aztán az a 7 év, én így tapasztaltam meg valamit. És ezt értem, ez egy intervallum így, és világos, hogy miről van szó. Viszont te azt mondod, hogy felgyorsul. Mi gyorsítja fel? Ő magát generálja? Vagy hát pedig, mindaz, amiről eddig beszéltünk. Egyrészt a felgyorsul, visszatérek a rögeszmémhez, a humán általános műveltség térvesztése miatt felgyorsul. Ugye, bár az is egy gyorsulás. Hát akkor le kéne lassuljon. Hát pontosan, hát nem le kéne lassuljon, pont hogy nem tud lelassulni, mert nincs humán érték, ami kitöltené az idejét. Tehát folyamatosan, ugye, tehát hogy mondjam, szinte antropológiai kérdéssé válik a tudásnak a megszerzése. Ugye ez egy már a biológiához tartozik. A humán tudásnak a térvesztése oda juttatta ezeket a fiatalokat, hogy nem tölt időt olvasással, nem tölt időt zenehallgatással, közben hallgat zenét. És a monitorról olvassa azt a angol nyelvű minimál szöveget, amit kap. Ugye? Tehát pont erről van szó, az olvasás térvesztése, a zenehallgatás, a valódi zenehallgatás, nem a butor zenehallgatás, hogy mellesleg szól a fülemben valami, hanem az valódi zenehallgatás. Vagy nem jár festményeket nézni, múzeumot látogatni, ugye a többség egyáltalán. Tehát gyorsul, ez a gyorsulás oka. De ugye de az időt nem tölti ki az a szellemi törzs, hogy úgy mondjam, egy emberélet szellemi tartalma nem tölti ki az élet idejét. Ezért érzem magam például eszköztelennek, és gondolom benned is van egy ilyesmi, hogy nem tudom ábrázolni azt meggyőző módon, hogy ha végignézel egy nagyszerű filmet a Dr. Faustusból, vagy ha már erről Halál Velencében, milyen szép film volt. De ha elolvasod, az benned asszimilálódik egy csomó minden, leüllepszik. Te magad kreatíven viszonyulsz hozzá, így pedig passzívan megkapod azt az egész élményt, amennyi benned marad meg. De ezt hogy lehet demonstrálni, hogy erről beszélek, itt van a kulcs? Hát, hiszen minden azonnal megvan. Tehát nem kell, ha elolvasod az egri csillagokat, akkor már rég nem kényszerülsz arra, hogy megalkosd a magad fejében ugye az egri vár vízióját, hogy megalkosd azoknak a személyeknek a külsejét, hanem az van, hogy megnézed, és jó napot kívánok. Ugye? Tehát ez erről szól. Nem te nem veszel részt a kreációban, a dolgok megteremtésében, és a dolgok képének és hangjának a megteremtésében. És főleg nem tudod felhasználni a benned leüllepedett élményeket, vagy tudást, vagy ahogy pontosan akarod, hogy nevezzed. Pontosan. No, hát persze, én is bátortalan vagyok, meg megszeppent vagyok, azt is így, talán ez a legjobb szó, de hál' Istennek nagyon-nagyon sok fiatal, akivel alkalmam volt az életemben foglalkozni, valóban olyan örömmel diplomázott ugye a felügyeletem alatt, hogy valóban azt érezhettem, hogy visszaadtam neki, vagy legalábbis megpróbáltam visszaadni neki az önálló és alkotó gondolkodásnak a képességét. Akkor, hogy is mondjam, ilyen oldalból meg lehet téged támadni egy erkölcstelen kérdéssel, hogy neked van egy szép kottatárod, vagy van egy szép könyvtárod. Mit fogsz azzal kezdeni? Mert az ember nem él végtelenségig, ugye, és mire gondoltál, mi lesz annak a sorsa?
Hát ezen nagyon sokat gondolkodom. Gondolom, nagyon sokat igen. gondolkodom, de valahogy ebben is egy kicsit kitartok. Valami ott pislákol. Ugye nagyon sokan vannak például olyanok, akik hát ilyen elektronikus kottából nem szívesen dolgoznak. Tehát a kotta az egy csodálatos dolog, az egy élő organizmus. Ugye az unokáim néha tanulnak, visznek zongoraórára, vagy hangszerórára valamilyen kis darabot. Ugye, amit ma már a tanár is képes azt a gazemberséget elkövetni, hogy kimásolja a Bach-két szólomú invenciót a két oldalra, és akkor a gyermek kezébe nyomja. Ahelyett, hogy egy Bach-két szólomú invenciót, a 15-öt adná a kezébe, ugye, a kottát magát, ugye, hát az mindig is ez volt a dolog lényege, hogy előre lapoztam, hátra lapoztam, hogy azt mondtam, hogy na ez ilyen, ez amit én játszom, lássuk a másik milyen. Vagy egy szonáta kötet, ugye, hogy azt láttatni, hogy milyen kontextusban született meg mondjuk a párizsi ámbol szonátája Mozartnak, hogy mit írt előtte és mit írt utána, milyen nyelven beszélt egy kicsit korábban vagy később. Ugye, tehát ezek ilyen nincs. És nem csak a zenében. Nem csak a zenében. Ugye, tehát hogyha éppen tegnap nyitottam meg jó barátom Jovián György festőművész kiállítását. Ugye, tehát egyszerűen értelmetlen a kép önmagában, hogyha nem látom a premisszáit, hogyha nem tudom azokat az asszociációs lehetőségeket, amelyeket maga a művész kínál fel nekem. Ugye, hát szoktuk mondani, ugye, példálózunk Webernel, akinek a művészete akár egyetlen nagy lélegzetű zeneműnek is fel az életmű maga, egyetlen él. Nagyon sok kicsi apró. Így van, pontosan. Tehát azt gondolom, hogy csak egy ilyen apróság, ez apróságnak tűnik, ugye, amiről most beszélek. Egy szinte semmiség. Ugye valamire való szülő legyint, legalább a gyereknek nem kell cipelni a fél kilós kottát, hanem elég azt a két lapot vinni órára. Én meg gyászolok azért, mert a gyerek nevében gyászolok, mert elveszti azt a lehetőséget, hogy látóköre legyen, hogy valami igazán felemelő és nagyszerű. Ugye a grandeurrel szembeni képességünk az odaveszett. Ugye a nagysággal, a szépséggel, az igény, ami az európai embert mindig is űzte, hajtotta a nagyság és szépség elérésére, ugye ezt rekonstruálni természetesen nagyon nehéz lesz. De én egyáltalán nem gondolom, hogy teljesen reménytelen. Én már sajnos nem fogok tudni részt venni benne, az kár. De váltig állítom, hogy muszáj, nincs megoldás, muszáj visszatalálni az európai értékekhez. Említettél itt egy néhány nevet, akik úgy elszürkültek az idők folyamán. Hát mondtad Boulez, Stockhausen, Luigi Nonót, nem sorolom. Vajon a Bartók igazsága lappang itt hátul valahol, hogy egy zenei anyanyelv, hogyha egy zenei anyanyelvet a te műveidből is kitűnik az, hogy melyik az a közösség, amelyiket magadénak érzel. A zenei anyanyelven megírt darabok azok tovább élnek, bármelyik zenei anyanyelv legyen az, mint egy ilyen kombinációs lehetőség megragadásából összeállított zenedarab. Meggyőződésem, hogy ez így van. Meggyőződésem. Ráadásul a magyar zenetörténet, és különösen a 20. század zenetörténete, az egészen szélsőséges példákkal szolgál idézőjelben viharra, ami tépázta, végig tépte a magyar zenetörténet folyamát. Ugye kezdem, hogy a Bartókot követő évtizedek, ugye milyen
hihetetlen torzulásokat és veszteségeket, mert ez a másik, ugye ez jellegzetes a magyar nemzet karakternek az egyik legsúlyosabb vonása, ez a fel nem ismerése a saját értékeinknek, a meg nem becsülése a saját értékeinknek, ez egy katasztrofális vonása a magyar szellemi életnek. Ahogy kitoltuk a nagy tranzitív szerzőket, a Lajtát, a Verest, ahol jöttek a politikai szempontok, hát persze a kommunizmus kártételeit egyszerűen még majd ezután fogjuk végtelen mértékben megszenvedni és leleplezni, de ez például megtörténik. Nézzük meg, hogy ott mi zajlott a magyar zenei nyelvnek, mi lett a sorsa Bartókot követően. Hogyan jött létre ez a feloldhatatlan ellentét azok között, akik Bartókot folytathatónak, a másik tábor meg folytathatatlannak ítélte. Hogyan jött ez az egész dolog létre? Hol van Kodálynak a súlya? És ez rettenetesen sok kérdést kell újra és újra feltenni a magyar zenéléssel kapcsolatosan. És hát ugye ebben is, ez a szétszakítottság is oda vezetett, hogy lám csak, hogy a távcsővel keressük az erdélyi fiatal magyar zeneszerzőt. Mi ketten azért az anyanyelvünket próbáljuk művelni, zenei anyanyelvünket. Az időnk lejárt, úgyhogy meg kell köszönnöm neked a jelenlétedet, az értékes gondolataidat, és a Kemény Zsigmond Társaság nevében visszavárunk, és köszönjük neked ezt az estét. Köszönöm a meghívást.